Nagyon fontos a hagyományok ápolása, megélése, de ebben a közösségben ennél sokkal többről van szó. Sebestyén Brigitta, a Kakasdi Sebestyén Ádám székely társulat elnöke, és 35 éve költözött Déváról Kakasdra. Nagyon örültem annak, hogy nem csak Csernakeresztúron, hanem Déván is láthatták azt, hogy hogyan őrizzük mi itt Kakasdon a hagyományokat. De szerintem ez a legfontosabb ebben. Igaz, hogy mindig azt mondják, hogy közösség, közösség. Jó, nagyon jó a közösség, csak a közösségnek egy gazdagabb programot kell ugye kitalálni, és ezért jó ez a néptánc, ezért jó a népdal, ezért jók a népmesék. Annó Sebestyén Ádám kérte fel Brigittát, hogy vezesse a Kakasdi Egyesületet, és ahol tudta, támogatta a munkáját. Bennem látott valamit ő, hogy én majd tudom folytatni az ő munkáját, mivel ő Sebestyén Ádám volt ugye a társulatnak az elnöke. És gondolkodtam azon, hogy lehet azt, hogy megismerjenek jobban, hogy tudják, hogy én ki vagyok, hogy honnan jöttem. És felvettem a kapcsolatot a csernakeresztúriakkal, írtam nekik levelet, eljöttek, megnézték, hogy kik vagyunk. Egy ilyen székely találkozó volt, és ott találkoztam velük, és láttam, hogy tényleg ők is ugye mindenféle korosztály, úgy, ahogy nekünk is akkor is volt, meg most is van, és elmentem velük oda. Hát nagy izgalom volt. Akkora izgalom volt, hogy ugye a próbára eljöttek 20-22-en, de amikor megtudták, hogy megyünk Csernakeresztúrra, hát olyan sokan lettünk a próbára, hogy nem fértünk volna bele a buszba. És akkor az Ádám bácsi segítségét kértem, hogy ő legyen az, aki megmondja, hogy ki az, aki tett ezért a társulatért és felülhet a buszra. És akkor így jutottunk mi el oda, és így látták meg, hogy én valóban honnan származom. Megmutattam nekik Csernakeresztúrt, Dévát, Déva környékét, Vajdahunyadon voltunk, és minden ilyen látványosságot, tehát a Déva várra, és úgy jöttünk el, hogy sírva búcsúztak. Brigitta fontos döntést hozott, visszavonul elnöki pozíciójából. Idén gondoltam azt, hogy most már elég lenne, és van egy fiatal néptáncos, aki a társulat néptáncos csoportjában van benne. 2 évvel lassan itt táncol nálunk, és ő benne látom azt, hogy a Molnár Tímea, aki átveszi tőlem a vezetést. De teljesen nem fogok kiszállni belőle, mert megpróbálom átadni nekik, ha elfogadják persze azt a sok tapasztalatot, amin az ember ugye 34 év alatt volt jó is, volt kevésbé jó is, de az jó, hogyha megmarad, és maradok segíteni nekik, ha kell. De a társulaton belül működik egy csillagösvény népdalkör, és annak meg én maradtam a vezetője, és velük énekelek én is, tehát szeretek énekelni. A Csernakeresztúr nekem a szívem csücske azért, mert az én anyai nagyanyám Csernakeresztúron laktak. És ugye édesanyám Dévára jött férhez, de mi mindig nyáron mentünk a mamáékhoz Csernakeresztúrra. És mit adott a sors? Ugye a nagyszüleim elhaltak, és az ő fiúknak, tehát az édesanyám testvére lakott abban a házban, de az ő gyerekei mind a 4 kivándoroltak Kanadába, és így a ház ugye a román állami lett, amit megvásároltak a Juliskáék. És így lakik Juliska az én nagyszüleim házába. Tehát én, amikor Csernakeresztúrra megyek, akkor én hazamegyek. A kakasdiak több évtizede szoros kapcsolatot ápolnak a Déva és Vajdahunyad között található pici településen működő Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesülettel, akik rövid látogatást tettek a napokban a tolnai faluba. Először mi voltunk itt, meghívták ugye a csoport táncosait, és ez egy ilyen, mit tudom, azt mondom, hogy szeretett kapcsolat, mert tényleg annyira kapcsolódtunk egymáshoz, és úgy szerettük egymást. Először meghívtak, persze szívesen jöttünk, utána jött az akkori, ugye 30 évvel ezelőtt, az akkori csoportok vendégszerepeltek nálunk, körbe jártuk a Hunyad megyének a minden az egész zugát, és hát azóta nem is tudom, hányszor voltunk itt, ők is voltak keresztúron. Hát valahogy ez
testvér kapcsolat. A kirándulás az mindig volt itt-ott, de a legtöbb az hagyományőrzés. Ugye bukovinai székelyek vagyunk mi is, és tényleg azt lehet mondani, hogy Csernakeresztúr egy kis sziget, magyar sziget, ahol a magyarságnak 99% a bukovinai székely. És ugye azt hiszem, hogy ez is vezetett arra, hogy annyira összefortunk, úgymond. Nagyon jól érezzük együtt magunkat, és úgy, mint a ezelőtti 30 évesek, úgy, mint a mostani kicsik, mert hát fiatalok, az, ugye a mi fiataljaink olyan 15-16 évesek, úgy lassan belekapcsolódnak még az idősebbek is, de az ő már az fiatalabb. Mikor kezdtük ezelőtt 30-valahány évvel, akkor ő minden generációból volt képviselő. Voltak, ugye édesanyám már 80 éves, 80 év felé volt, ő még mindig színpadra lépett és énekelt egyedül. Voltak idős férfiak, voltak házas párok, most már csak legények, leányok vannak. És én a legöregebb köztük. Nagyon sokszor meghívnak a Zsírvölgyébe, és persze szívesen megyünk. A Zsírvölgye még szorványabb település, ugye magyarok lakta település, mint mi. És hát ha úgy a megyében nincs más kulturális csoport. Sokszor azt mondom, hogy Magyarországon lehet jobban ismernek minket, mint otthon a mi országunkban, Erdélyben. Reméljük, hogy meg tudjuk őrizni a magyarságunkat. Én hiszek abban az összetartásban, összefogásban, hogy mindig magyarok maradunk azért. Lelkileg, szívügyünk. De na, fiatalokat is mindig arra buzdítjuk, hogy magyarul, jó magyarul. De annak örülök, csoportunkban román gyerekek is vannak, és szépen énekelnek bukovinai dalokat. Abban mindkét szervezet biztos, hogy a jövőben is fenntartják a közös munkát és testvérkapcsolatot. Jelenleg már a karácsonyi ünnepkörhöz fűződő produkciókkal készülnek a társaságok.